Hello, Szoka TV nézők! Az a helyzet, hogy egyszer már láthatatok itt egy női labdarúgót, mégpedig a Kelen SC-től egy edzőhölgyet, aki régebben ugyan futballozott, de most egy olyan éles személyiséget szeretnék nektek bemutatni, aki 15 éves kora óta a magyar labdarúgáshoz, illetve az olasz és az osztrák labdarúgás élvonalához tartozik, és most az MTK-ban osztja a gólokat, meg a tudását, meg mindent. 15 éves korodban nem idegesítettek föl téged a fiúk azzal, hogy közép mentél és ügyesebb voltál, mint ők? Ezt már nagyon régóta meg akartam kérdezni. Hát értek azért atrocitások nyilván a fiúk között, de észre se vettem és egyből kikerültem a fiúk világából, és ugye a Győri Etóhoz tudtam elmenni egy próbajátékra, de nagyon-nagyon sokat számít szerintem az a pályafutásomban, hogy fiúk között nevelkedhettem, amíg ugye az általános iskolai éveimet lépegettem, úgymond. Nagyon-nagyon sokat számított az, hogy köztük kezdtem el ezt az egészet, és biztos vagyok benne, hogy ennek is köszönhető az, ameddig eljutottam. Hogy keveredtél a futballisták közé? Hú, nekem a családomban, hát ez egy érdekes, mert én a szülők által nem sokat örököltem a futballterén. Nekem sem az édesapám, sem az édesanyám nem volt sportoló. Nekem a keresztapám, a Bán Attila játszott NB3-as, NB2-es szinten. Te Mosonmagyaróvárra vagy, ugye? Mosonmagyaróvárra, így van. Ő miután abba hagyta a labdarúgás, keresztapám ugye most játékvezetőként is működik, illetve a nagypapám, Isten nyugosztalja, sajnos már nincsen köztünk, de ő is labdarúgó volt, úgyhogy hála Istennek, hogy kaptam ebből a szálból egy kicsit. Na, azt rendben van, hogy ilyen erős a rokonság, labdarúgás iránti szeretete, hát attól még neked nem kellett volna ezzel foglalkoznod. Mi vitt rá, hogy te labdázzál? Én megmondom őszintén, hogy ezt a kérdést is nagyon sokszor feltették nekem, de én mindig azt szoktam erre válaszolni, hogy amint kibújtam az édesanyámból, nekem mindenem a labda volt. Cumisüveket, pöttyös labdát nyomogattál? Egyszerűen nem volt az, hogy én most valakit utánoztam, vagy valaki után mentem, hanem megszülettem, és egyből ezt a sportot akartam előtérbe helyezni, és nyilván a keresztapám is ugye ezt látta, és vitt magával, levitt a játszótérre, és egyszerűen nem tudom, hogy ez milyen isteni csapás volt, hogyha lehet ezt így hívni, de abban a pillanatban, hogy kibújtam az édesanyámból, ez jött. Balkezes és ballábas is vagy? Igen, igen. Hát akkor lehet, hogy volna jó kézilabdás? Hát jó, nem bánom, hogy nem azt a pályát választottam, bár nagyon-nagyon sokan arra szoktak tippelni, hogy kosarazom, ugye a magasságom miatt, de kiskoromban mindig próbálták áttenni a kanalat a jobb kezembe, de mindig visszatettem a balba, így feladták a szüleim, úgyhogy maradtam balkezes, ballábas. A ballábbal pedig Isten király vagy, mert hát ballábas labdarúgót alig találni, női labdarúgót. Igen, ritka, ez így van, nagyon-nagyon ritka, úgyhogy szerencsésnek is tartom magamat, illetve azt is, hogy 5 évvel ezelőtt elszakadt a bal térdemben a keresztszalagom, és nagyon-nagyon örülök, hogy így tudtam visszajönni a műtét után, hogy szinte jobb lett a lábam, mint volt. Kirakta össze, jó Isten rakta össze a lábdal, kirakta össze. Dr. Majzik Ernőnek köszönhetem egyébként, hogy nagyon jó lett a térdem, és rögtön a műtét után ugye egy évet kellett kihagynom, és rögtön a következő éven már gólkirálynő lettem, akkor még a Jetson ligában, ugye akkor még nem Simple Liga volt, úgyhogy nagyon köszönöm a doktor úrnak innen is, hogy ilyen jól összerakott. Az idő alatt, amíg a bal lábad pihent, addig a jobb lábadat erőltetted, megtanultál használni? Az túlzás, hogy erőltettem, a rehabilitáción ugye nyilván több hangsúlyt fektettek a sérült lábamra, de ugye a kompenzáció miatt foglalkoztunk a jobb lábammal. Nagyon-nagyon sok edzőm próbálta fejleszteni a jobb lábamat, nem nagyon jutottam el 29 éves koromig oda, hogy olyan bátran vállalkozom vele, én ilyen buszra szállónak hívom, ugye, ahogy ezt így szokták mondani, de néha tud meglepetést okozni számomra, meg hát saját magamnak is, amikor elvállalok egy paszt vagy egy lövést, azt ott hátul a 16-os környékén, ami nálunk van, azt nem vállalnám, de az ellenfél tér felén azért néha bátrabban próbálkozok vele, mert ugye nyilván kiismerhetőbbé válik egy játékos, hogyha csak az egyik lábát használja. Ez nálam is így van, de azért egy kicsit úgy félve használom, vagy nem bízom benne annyira. Nyilvánvalóan ezzel megkérdezték tőled, és akkor én sem akarnék ebből a sorból kimaradni, hogy a név az honnan jött, a becenév, mert hogy junior, ugye? Igen, nekem ugye a kedvenc rapperem az LL Junior. Én azt hittem valami futballistával van összefüggésben. Nem. Nekem a kedvenc rapperem ugye az LL Junior, nagyon-nagyon régóta, már általános iskolás korom óta, és amikor 2007-ben elkerültem a Győri Etó női labdarúgó csapatába, akkor pont kapóra jött, mert volt egy ilyen csapat összetartó
tartó bulink, ahol én kiálltam a csapat elé egy ilyen színpadszerűre, és a Ragamuffin 2-t előadtam a csapatomnak az Ele Juniortól, ami egy közkedvelt dal, illetve pont azért jött kapóra, mert én voltam akkor a legfiatalabb a csapatunkban, és akkor így rám ragasztották a Junior becenevet, ami most már 2007 óta él. Ez már nagyon szép idő. Én azt hittem valami futballistától, Roque Junior vagy valami ilyenféle. Még annó Siska Attila volt a vezető, nem a vezető ja. edzőnk, ugye, a Győri Etónál, és kinyátszottunk az osztrákoknál, és akkor még ugye csere voltam az NB1-be, és akkor szólt, hogy Junior, gyere, és egyből hallgattam rá, figyeltem rá, és tudtam, hogy akkor róla van szó, és ahogy ugye mentem csapatokról csapatokra, ez ugye már egy ilyen megszokott nevemmé vált, hogyha így lehet mondani. Gondolom, varrásként is rajtad van, mert ugye te elé szeretett, szóval hogy szeretett a nagyon tetoválást? Sok tetoválásom van. A másik rapperem is sem van tetoválva, akit nagyon szeretek, ő a WWBC, de a Young G, a rapper neve, és nagyon-nagyon boldoggá tesz, hogy vele nagyon jó a kapcsolatom is, tehát nagyon-nagyon jó ismerősök vagyunk, részt vettem már egy klip forgatásán is, úgyhogy... Labdával? Nem. Fenébe az egész. Hát nem olyan volt ugye a szövegkörnyezet, hogy ott ugye ilyen labdarúgó berkekbe ugye belevágjunk, viszont lesz még tetoválásom, most remélem ezt a családom nem hallotta, de lesz még tetoválásom, úgyhogy hát igen, nekem nagyon-nagyon fontos a zene, tehát nekem nagyon-nagyon sokat segít a karrieremben bárhol egy mérkőzés előtt egy rap dal. Ausztriában milyen zenét hallgattál? Szintén magyar rappet. Hát mit szóltak ahhoz a büszke osztrákok? Hát az osztrákok azok inkább ugye, én ugye Vágó Fannival éltem együtt, a Vágó Fannit lehetne erről kérdezni, mert most, amikor a válogatottban újra találkoztunk, akkor mondta, hogy na látom, a zenét még nem untad meg, a magyar rappet, és hát ugye én a Fannival nagyon sokat jártam haza egy közös kocsival, és hát folyamat az Ele Junior meg a Jamzsik mentek. Hát az osztrákok pedig nyilván nem értelmezték a szöveget, nem tudták, hogy miről van szó, úgyhogy volt, hogy rám csukták az ajtót, vagy ilyesmi, igen, is történt egyébként. De igen, de ez szerintem, hogyha valaki velem kapcsolatban bármit mondhatna, az biztos az hogy a tetoválás és a repzene az nagyon. Ez az osztrák kirándulás, itt a Wikipédiára támaszkodok, ugye, hogy hát ez nem volt egy hosszú távú, viszont végtelenül eredményes volt már az írás szerint 9 meccs, 8 gól. Miért jöttél el? Nem marasztaltak? Marasztaltak, viszont az első évem tényleg az nagyon-nagyon jól sikerült. Ugye ott bajnok lett a Szentpölten, amikor én hazajöttem ugye Veronából, akkor ugye egy... Nem, most én Burgenlandra gondolok. Bocsánat, Burgenland. Rosszul kérdeztem. Ott mi volt a baj? Igen, Burgenlandban a következő történt, ugye Szombathelyről kimentünk ugye a Südburgenland csapatába, és fél év múlva ott ugye együtt csináltam a futszált a nagypályával. És ez tényleg egy összeférhetetlen dolog volt. Az első fél évem is, tehát nagyon-nagyon sok gólpasztattam az első fél évben, jót tett nekem a változás, viszont egy futszámeccsen megsérültem. És hát ez nyilván nem tetszett a nagypályás klubnak kint, amivel teljesen egyetértettem, és akkor fél év kellett körülbelül, hát ilyen 4-6 hónap az oldalszalagon beszakadt. Igen, és... ott még ugye beszéltünk a jövőről, stb., de nekem jött a veronai lehetőség. Ők kerestek meg? Igen. Ez alatt a 9 meccs alatt meglátták benned az eszenciát, vagy már hát korábban is láttak? Hát igazából ugye nekem nagyon-nagyon tetszett az olasz futball mindig is, és hát ugye volt egy ismerősöm által egy ilyen menedzseri kapcsolat, akinek elküldtünk egy videót több csapat felé, és a Verona jelzett vissza tulajdonképpen, hogy szeretne megnézni egy próbajátékom. Jól érezted magad Veronában? Én nagyon-nagyon családcentrikus ember vagyok. Egyedül mentél? Egyedül mentem, és úgy, hogy nem tudtam a nyelvet, semmit. Tehát kimentem úgy, hogy see meg no, valamire mindig csak azt mondtam, hogy see, csak hagyjanak békén körülbelül, és nagyon-nagyon nehéz volt, de egyébként 3 hónap alatt interjú szinten megtanultam a nyelvet. Oh, bravo! Nagyon-nagyon fogékony voltam a nyelvtanulásra, és hát ugye... nem volt egyszerű, nagyon-nagyon élveztem magát, az edzéseket, a bajnokságot, stb., viszont hát nagyon-nagyon, tehát így félig üres voltam, inkább úgy mondanám. Tehát nekem kell az az érzés, hogy én beülök a kocsimba,
és én hazajövök a családomhoz. Hazamész valakihez. Nekem van egy nagymamám, aki nekem nagyon-nagyon fontos az életemben, nagyszülőként már csak ő van nekem, akkor vannak a keresztgyermekeim. Nekem ez a távolság, ez annyira nem adott biztonságot, de úgy voltam vele természetesen. Volt egy olyan napom, ezt nem is tagadom, 3-4 hónap után, hogy én elkezdtem pakolni a bőröndömbe, hogy én hazajövök, mert hogy nem bírom, de aztán leültem az ágyamra, és mondtam, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak, hiszen van egy szerződésem, azért nagyjából mindenki ismer, akkor már ugye válogatott voltam, és mondtam, hogy végig kell csinálnom, akárhogy is, akármennyire nehéz ez lelkileg, és végül nagyon happy end lett a vége, mert hát olasz bajnoki címmel jöttem. Mi van? Ha mit akarnak? Hova jöttél volna haza? Nem? A címeid között azt néztem, hogy hát elég sok dicsőség. Magyar bajnok, olasz bajnok, osztrák bajnok, osztrák kupa győztes. Ha már lassan nem kérem melkasodra, a Scudetto, nem? Vannak, viszont a magyar bajnoki címem az nincs meg még. Hát itt írja, a második helyzet. Nem voltam még magyar bajnok, úgyhogy én addig nem is szeretném abbahagyni a labdarúgást, amíg ez nincs meg. Akkor most itt jól meg kell pörgetni ezt a szezont. Meg kell pörgetni ezt a szezont, ez így van, ezért is váltottam csapatot, mert az MTK úgy gondolom, hogy tényleg, tehát itt minden megvan ahhoz, hogy az ember csak a futballal tudjon foglalkozni. Tudjuk azt, hogy nagyon sokan elmentek ugye a nyáron, viszont a vezetőség nagyon-nagyon csapatot tett össze, viszont ez egy nagyon kiélezett bajnokság, de én addig úgy se adom fel, amíg a magyar bajnoki címem nem lesz meg, úgyhogy... Egyszer-kétszer láttalak én futballozni, és hát megmondom őszintén, amikor belépsz itt a méhcsíkok által határolt területre, akkor egy ilyen nőstény ördöggé változol. Ez hozzátartozik a stílusodhoz, vagy az évek során jött rád? Biztos, hogy a stílusom is, hogy én nagyon nem szeretek veszíteni, de hát ki szeret sportolóként. A németek. És sok emberre beszélgettem már, és mondták, hogy milyen cuki vagy így tényleg így a pályán kívül, és mondom, hogy én úgy egy halál cuki ember vagyok, de egyszerűen a pályán van bennem egy olyan, hogy például az MTK-ban is most már van 2 sárga lapom reklamálásért, és ez pont azért jön elő belőlem, mert én annyira szeretem a csapatomat, én tényleg annyira jól érzem itt magamat, és annyira győzelemre szeretném vinni ezt a csapatot, hogy egyszerűen nem tudom elfogadni, hogyha nem fújnak le ellenem egy faltot 20 méteren belül, vagy stb. Ez nyilván az egy gólhelyzet. És egyszerűen így átváltozom, akkor nem hallok semmit, nem látok semmit, akkor csak a meccs van, csak a csapatom van, és amint lesétálok a pályára, és beállok a zuhanyzóba, visszaváltozok, és újra cuki leszek. Szentpöltemben ott a Bajnokok Ligájában is játszhattál. Ugye a Szentpöltennel? Pont a Verona ellen. Pont a Verona ellen? Még ismerősek is voltak. Igen, összesorsoltak a Veronával minket, ami egy nagyon nagy élmény volt egyébként a volt csapatom ellen játszani, és egy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt. Otthon 5-4-re kaptunk ki a Veronától, és kint pedig 2-2-t játszottunk. Az kevés volt. A Verona ment tovább. De egyébként hát teljesen más mérkőzés, tényleg egy Bajnokok Ligája mérkőzés. Nem volt egyszerű az, hogy most ugye a nyelv miatt se, mert néha azért úgy voltam, hogy a fele mondatom osztrák volt, a fele meg olasz, tehát ez így nagyon-nagyon nem volt számomra egyszerű, de akkoriban egy nagyon jó csapatunk volt Szentpöltenben. Hozzáteszem, a Szentpölten most is egy nagyszerű csapat, azt sajnáltam, az nem volt számomra egyszerű, hogy nem jutottunk tovább, de... Ez benne van. Miért jöttél el? Bajnokok Ligája sorozat, 43 mérkőzés, 32 gól, Isten megint meghagyta neked a jó formádat, nem? Igen. Meg Szentpöltenben nem volt futszál, ugye? Szentpöltenben nem volt futszál, ez így van. És ugye pont erről kezdtem el beszélni az előbb, hogy nagyon jól sikerült az első évem. Viszont a második év elején, júliustól már ugye elkezdtük a felkészülést, és volt egy ilyen nagyon-nagyon nagy fáradtságom, egy ilyen izomfáradtságom, és pont a Bayern München ellen játszottunk ott egy szombati napon, és elszakadt a keresztalag. Ott szakadtam el Szentpöltenben, Bécsben, a Bayern München ellen, és ott... Nem is ért kontakt, semmi, hanem egyszerűen volt egy olyan izomfáradtságom, amivel nem tudta, ugye már az izomtónus ezt nekem
segíteni, és hát egy éven betelt, amíg én felépültem, és utána pedig újra megkeresett a Győr, az Eto, és én úgy gondolkodtam, hogy sérülés után vagyok, hárman, négyen voltak a posztomon, hárman biztos. Már az osztályposztodon. Igen, így van, tehát a Szentpöltemben azért nagyon sokan voltunk, és úgy gondolkodtam, hogy nekem játék kell. Nekem nem lesz elég a 20 perc, a fél óra, hanem nekem egy ilyen sérülés után játék kell, és ezért úgy döntöttem, hogy hazajövök. Annak nem volt előjele, hogy a tested mutatott valamit, hogy jó, ez egy kicsit sok lesz, meg nagyon terheled? Ott abban a két hétben nagyon-nagyon meg lettünk hajtva, és éreztem a combjaimon, hogy bármit próbáltam csinálni, nem tudtam regenerálódni. De hát úgy voltam vele, hogy hát most mi bajom lehetne, hát úgyse lesz bajom, hát eddig se volt, és hát igazából ez így nagyon-nagyon gyorsan történt, de jelzett a szervezetem, csak ugye a sportoló úgy gondolkodik, hogy meccs van, menni kell. Meg különben is felépültél már egy csomóból, nem? Voltak azért bokasérüléseim, volt már ugye az oldalszalagommal egy probléma, de nem gondoltam volna, hogy ebből ekkora gáz lesz. Verekedtél már valakivel foci meccset? A verekedés kifejezés az túlzás volt, hogy már megvédtem magamat egy bizonyos szituációban, de én amúgy nagyon olyan ember vagyok, hogy én a pályán belül hozok egy döntést hirtelen, mondjuk egy játékvezetőnek egy visszaszólást, vagy bármit, és én azon két napig rágódok utána, hogy ezt nem kellett volna. Úgyhogy most még ezen 29 évesen azért próbálok ezen fejleszteni, hogy egy kicsit úgy ne legyek ez a nagyon oroszlán, mert utána tudom, hogy két napig lelkiismert fordalásom van. Várj, azt mondja, hogy te nem is oroszlán vagy. Nem, én rák vagyok, csak a pályán vagyok oroszlán. A rákok mindig egyet lépnek előre, kettőt meg hátra, de ugye ez a típus. Igen. A Wikipedia oldaladon jól lehet látni, hogy válogatott mezben büszkélkedsz, és ott volt egy kisebb mellőzöttséged. Azt hogy dolgoztad fel? Ugye az a térdsérülésem után volt egy három éves kihagyásom. Hát igazából most hosszú lenne ebbe belemenni, hogy ennek mi volt az oka, ez hogy történt, az én hibám is volt, hogy mellőzve voltam, én ezt vállalom. Akkor neki mentél valakinek? Nem azt mondanám, hogy neki mentem valakinek, hanem nem voltam jó lelki állapotban a térsérülésem után, nem kaptam annyi játék lehetőséget, ami lehet, hogy jogos volt, és ezáltal kialakult egy olyan feszültség az akkori szövetségi kapitány és köztem, ami biztos vagyok benne, hogy az én hibám is. Azóta megbeszéltétek? Igen, én felhívtam őt, és... Akkor vagy már mostanában? Mostanában hívtam fel, körülbelül egy fél évvel ezelőtt. És nem a német szövetségkapitányt, aki nem, most dolgozik, hanem nem. A régit? Így van, én felhívtam őt, mert én szerettem volna ezt letisztelni. Jó, sok ideig vártál rá. Igen, vártam rá, mert talán én is most lettem igazán szerintem érett ember. És én azt teljesen felvállalom, hogy akkor nem úgy reagáltam a szituációkat, ahogy kellett volna. Akkor nagyon-nagyon gyerekfejjel azt éreztem, hogy meg kell magamat védeni, és hogy de ez a történet, ez nekem kell felhívni nyilván az edzőt, hiszen én vagyok a fiatalabb, én nyitottam egy új lapot, egy tiszta lapot, nekem így tiszta a lelkiismeretem, felhívtam, elmondtam neki, hogy mi miért volt, elnézést kértem, és elfogadta, és úgy gondolom, hogy ezzel nyitottunk egy új lapot. Belevágnál még egy külföldi turnéba? Nem. Na hát miért? Nem, mert tudom azt, hogy nem. Tehát nem, honvágyam lenne nagyon. Még úgy is, hogyha a szeretteidet magaddal vihetnéd? Vagy legalábbis azt, aki a legfontosabb neked? Úgysem. Nem. Tényleg én annyira jól érzem magam Magyarországon, hogy nem mennék el innen. Most 29 éves vagy, és nyilvánvalóan ugye, bár még Zlatan Ibrahimovics még játszik 40 évesen, még ezt meddig akarsz játszani? Most ez egy közbelső kérdés. Hát én 34-35-ig szeretnék. Jó. Utána mire készülsz? Pontosabban utána mihez kezdesz? Van már egy céllicenszem. Edző leszel? Igen. Hát hogy fogsz te veszekedni a játékvezetők? Na meg a játékosaimnak. Igen. Van már egy céllicenszem, és most ugye az MTK-s éveim alatt szeretnék eljutni minimum az A-ig. És szeretnék majd, én hosszú távon tervezek mindig minden helyen, úgyhogy már szeretnék az MTK-nál dolgozni később.
Mondjuk itt a leghosszabb idő talán a Victoria volt, 3 év. Jó, elmondtad, hogy miért volt az olasz, meg a burgenlandi téma, de hát akkor itt meddig maradsz? Meddig van szerződésed? 24-ig? MTK-nál. 24-ig, igen, 3 év. Akkor most ez nem szép dolog, hogy dobálózok itt az évszámaiddal, de akkor onnantól még van benned 2 év. És sokan például Vágófani azt is csinálja, ezt nem is egészen értettem, hogy a Soroksár edzője is volt, meg a Fradi edzője is. Te most edzősködnél, már belevágnál? Érzed magadba a tudást? Nekem volt az Asztrában ugye szintén 3 évem. Igen. És ott együtt csináltam a kettőt, tehát én dolgoztam az utánpótlásba gyerekekkel. Na ezt nem csinálnám többet így együtt, mert most érzem igazán az MTK-ban, hogy így tudok teljes értékű játékos lenni. Csak a játékra koncentrálsz. Csak a futballal foglalkozom. Ez lehet, hogy szerintem azért a Vágó Fanni azért össze tudta egyeztetni, tehát az nyilván szintén személyfüggő, hogy most ugye például játékos edző a Fradinál, ami szerintem biztos, hogy a Ferencvárost előre fogja vinni, hiszen azért a Fannitól sok mindent át fognak tudni venni, viszont én tényleg egy olyan személy vagyok, hogy nekem az nem ment az Asztrába, hogy délután 4-re mentem edzést tartani a gyerekeknek, onnan rohantam át a saját edzésemre, a kettő között nem tudtam normálisan étkezni, és akkor este 9-re, 10-re haza, mert ott még ráadásul később is voltak az edzések. Tehát nekem ez nem fért össze a kettő, úgyhogy most 3 évig biztos, hogy csak játékos leszek, remélem, hogy el fognak kerülni a sérülések, és csak a futball után szeretnék edző lenni. Elkaplak majd akkor is, amikor edző leszel. Jó? Addig még beszélgessünk, de hát ugye az még 3 év, úgyhogy... Nem, hogyha eltiltanak a kispattól esetleg, akkor a lelátom is beszélgetett, igen, nem. Oké, Bébi, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Nagyon szépen köszönöm, és amely kíváncsi. Szokka tévések, Sipos Lilát hallottátok, akit majd később láthatok edzőként is.